a Fejlesztés Politikai Magazin támogatója, a Széchenyi 2020 program. Mesés hely a gyermekeknek. Kocsis Györgyné Anikó gyermekkora óta arra készült, hogy kisgyermekeket fog gondozni. És ez az álma valóra vált, hiszen 1980-ban friss diplomásként került Lajos Mizsére, az akkori napközi otthonos óvodába, és 38 éve fáradhatatlanul dolgozik a gyermekekért. A 37 és fél éves pályafutásom alatt bejártam azt a létrát, azt a ranglétrát, hogy óvónéni, tagintézményvezető helyettes, óvodai általános helyettes, és 11 éve pedig vezetőként látom el a feladataimat, és természetesen egy csodálatos nevelőtestülettel, egy alkalmazotti közösséggel, akikkel ezeket az eredményeket elértük. Anikó a Meserét Lajos Mizsei napközi otthonos óvoda és bölcsöde intézményvezetője, mely az elmúlt időszakban jelentős Európai Uniós támogatásokkal fejlesztette épületét és tevékenységeit. Elkészítettük fenntartói segítséggel az uniós DAO pályázatot az óvoda bővítésre, ahol 3 csoportszoba, fejlesztőszoba, tornaszoba, orvosi szoba került átadásra, csodálatosan szép modern berendezéssel és elméletileg 75 kisgyermek elhelyezésére alkalmas. És nagyon-nagyon szeretik a szülők is, a gyermekek is, és természetesen a kollégák is a felújított óvodákat, hiszen nem csak belső felújítások történtek meg, hanem külső felújítás is, épületszigetelés, ablakok cseréje. 2018-ban valósítjuk meg a Pancsoló medence felújítását, hiszen nagyon-nagyon lényeges a gyermekek mozgásfejlesztéséhez a vízhez szoktatás, a vízben való pancsolás. Van egy 1974-ben épült kismedence, ami nyilván nem alkalmas erre, és ezt most a TOP pályázat lehetővé tette a sok-sok felújítás mellett, hogy a kismedence is megújuljon, megszépüljön. Anikó elhivatottsága és lelkesedése páratlan. És jó rész neki is köszönhető, hogy a Lajos Mizsei Meserét óvodában és bölcsödében barátságos, szerető és odafigyelő környezetben nevelkednek a gyermekek. Két dologra vagyok nagyon büszke, az egyik az alkalmazotti közösségem, a másik pedig a családom, amely biztosította az időt, biztosította azokat a feltételeket, hogy a munkámban elértem azokat az eredményeket, amelyek azt bizonyítják, hogy a 38 év alatt, mint óvodapedagógus, úgymond a céljaimat elértem. A Fejlesztés Politikai Magazin támogatta a Széchenyi 2020 program.